Üdvözlöm Önöket! Az ősz a betakarítás időszaka. Nézzük meg, hogy a Kánt árfolyamvédett vegyes alapok ezidáig milyen termést hoztak. Az év eleje óta a bátrabb, dinamikus Kánt megtakarítási célalapok 7-8%-os növekedést értek el. A K&H változó portfólió alapok is pozitív teljesítményt mutattak, de az összetételük jóval óvatosabb, így ennek megfelelő a hozamuk mértéke is. Októberben két alapunk is védelmi szintet vált, mindkét alap esetében magasabb védelmi szintre számítunk. Nézzük meg, milyen stratégiát tartanak most szem előtt a K&H árfolyamvédett vegyes alapok. Az év során fokozatosan javultak a globális makrogazdasági kilátások, ami a részvénytársaságok profit termelő képességét is folyamatosan javította. Ennek köszönhetően a befektetők kedvelték a kockázatos eszközöket, így a tőzsdeindexek jelentős mértékben emelkedtek. Kötvények hozama az LKB laza monetáris politikájának köszönhetően még mindig történelmi mélységekben tartózkodik. A kedvezően alakuló konjunktúra mutatókra reagálva az Európai Központi Bank várakozásain szerint év végéig be fogja jelenteni a kötvényvásárlási programjának leépítését. A tőkepiaci árfolyamokat két speciális geopolitikai történet ingatta meg rövid ideig az elmúlt hónapokban. Az észak-koreai-amerikai konfliktus során mindkét fél hangzatos nyilatkozatokat adott, azonban a befektetők racionálisan gondolkodva nem számítanak a feszült helyzet további éleződésére, emellett a katalán függetlenségi népszavazás eredménye is adott okot némi izgalomra. Itt a tárgyalások akár hosszabb ideig is elhúzódhatnak, azonban egy újabb európai állam létrejöttének esélye minimálisnak mondható. Ebben a környezetben a KBC globális stratégiája továbbra is a részvényeszközöket favorizálja a kötvényekkel szemben. A kedvező piaci kilátások miatt továbbra is fennáll a részvények felülsúlyozása, ennek mértékét azonban a tőzsdemutatók magas relatív árazása miatt október közepén minimálisan csökkentettük. Jól látható, hogy gyakorlatilag eltűntek a betéti kamatok. A jelenlegi kamat és hozam környezetben kisebb-nagyobb kockázatvállalás szükséges ahhoz, hogy megteremtsük a hozamoknak a lehetőségét. Azonban fontos, hogy a kockázatvállalás mértéke összhangban legyen a saját egyéni kockázatvállaló hajlandóságunkkal. A K&H árfolyamvédett vegyes alapok továbbra is fontos elemei akár egy óvatos, akár egy dinamikus portfóliónak. Kérem, olvassák a havonta megjelenő hajónaplóinkat, amelyből részletes tájékoztatást kaphatnak az egyes alapokban történt változásokról és teljesítményeikről. Jó hozamokat, egészséges portfóliót kívánok Önöknek. A viszontlátásra!